Sziasztok, köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném köszönteni azokat, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen, ha feliratkoztátok, nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségetekre lesz. Ebben a kirakásban ez a válasz egy paklit típusú kirakás, amikor igazán koncentrálj, hogy melyik az a pakli, ami úgymond vonz téged, a kék vagy a zöld, és igazán egy piramis típusú kirakást fogunk csinálni, ahol megnézzük a múltbeli energiákat, a jelenbeni energiákat, valamint a kirakásnak a végkimenetelét a jövőre vonatkozólag. Mind a szerelem, mind a karrier tekintetében meg fogjuk nézni a kártyák jelentéseit. Tehát akármilyen kérdés van, remélem, hogy ez a kirakás segíteni fog. Tehát fókuszálj egy kicsit a két paklira, melyik az, ami vonz téged, és ha igazán eldöntötted, akkor folytathatjuk a kirakást, a videót. Ha egy kicsit több időre van szükséged, akkor igazán ez a pont, ahol jó, ha megállítod a videót, és egy kicsit meditálsz azon, hogy melyik pakli az, ami vonz téged. De remélem, hogy sikerült dönteni. Először a kékkel fogjuk kezdeni. Az első lap a kirakásban, a botok kettes. A botok kettesnek az energia igazán a tervezés energiája, amikor újra gondolsz sok mindent az életedbe. Tehát ha megnézed, ez a kártya azt a történetet mondja el, hogy ez az ember nagyon sok mindent elért az életébe, egy teljes várat felépített, és az egyik bot jelképezi azt, amit elért, a másik pedig a szabadságot. Tehát az, amit elérte az életébe, egy kicsit visszatartja, visszafogja őt, de amikor végig gondolja az életét, a világ van a kezébe, ami azt jelzi, hogy bár nagyon sok mindent elért az életébe, még nagyon sok felfedezni való van előtte. Tehát mit jelent ez? Ez általában jelent valamilyen döntési helyzetet, a kettesek általában jelenthetnek valamilyen döntés, valamint egyensúlyt. Tehát lehet, hogy néhányatok egy döntési folyamaton mentek keresztül, vagy mentetek keresztül, mert ez a múltat jelképezi. Ez általában azt jelzi, hogy végig gondolod az, amit elértél, és mi az, amit még szeretnél elérni. Tehát ha ezt a karrier tekintetében nézzük, lehet, hogy már egy jó ideje a pozícióban vagy, vagy a cégnél dolgozol, vagy a saját üzleteden dolgozol, és igazán sok mindent elértél, de azon gondolkozol, hogy mi az, amit még szeretnél, mi az, amire vágysz. Általában ez a kártya jelenthet két döntést is, két dolog között, tehát lehet, hogy azon gondolkodsz, hogy ezen a munkahelyen folytasd a karriered, vagy egy másikat, másik helyen. Lehet az is, hogy azon gondolkozol, hogy alkalmazásban maradj, vagy a saját üzletedet kezd el, a saját vállalkozásodat. Az is lehet, hogy két lehetőség van előtted, ami közül választani kell. De szerelmi téren is hasonló jelentésekkel tartalmaz, amikor azon gondolkodsz, hogy a jelenlegi kapcsolatod, ha kapcsolatban vagy, akkor igazán ez az, ami boldoggá tesz téged, vagy más kalandok után vágysz. Lehet, hogy két ember van, aki közül választanod kell, vagy pedig választanod kell a közül, hogy egyedül légy, vagy kapcsolatba légy valakivel. Mindenképpen egy valamilyen döntési helyzet van ez a kártya mögött, amikor egy új úton mész el, és tudni fogod azt, hogy melyik út az, amin tovább kell folytatnod. A
Következő kártya a csillag. A csillag ez egy nagyon pozitív kártya. Általában jelzi azt, hogy valamilyen nehéz helyzeten mentél keresztül, egy nehéz helyzetből gyógyulsz fel, úgymond, mert általában ez a tornyot követi, ami egy nagy változást hoz az ember életébe. És általában a csillag az jelzi azt, hogy az univerzum a te oldaladon van, ez a kívánságunk teljesülésének is a kártyája, de mindenképpen egy pozitív, gyógyuló energiát tartalmaz, amikor reménykedve nézünk a jövőnk elé. Tehát itt ez jelenti, hogy ez az új út, amit választottál, az univerzum úgymond a te oldaladon volt, és már nagyon régóta vágytál erre az újdonságra. Aztán a következő lap a kardok 8-as. A kardok 8-as az igazán jelzi azt, hogy valamilyen mentális blokkot jelez az életedbe, amikor egy olyan helyzetben vagy, amikor nem látod az kiutat a helyzetből. Tehát ez lehet egy állás, lehet egy kapcsolat, de akármilyen szituáció, amikor úgy nagyon sokat gondolkozol, nagyon sokat jár az agyad, nagyon sokat agyalsz azon a dolgon, hogy hogyan kerülj ki ebből a helyzetből, mert nem tudod, hogy hogyan tovább. Ami ennél a kártyánál nagyon fontos üzenet, hogy általában a mentális blokk úgymond a te fejedben van, amiatt nem látod a helyzetet tisztán, tehát egy kicsit tehát túl gondolod a dolgokat, mert ha megnézed ezen a kártyán, ami nagyon fontos az az, hogy ezek a kötelek nagyon lazák, és simán el tud menni ebből a helyzetből, mert a kardok igazán védik is, de hogyha úgymond leveszi a szemfedőt, akkor simán el tud jutni a várhoz, ami igazán a célja. Tehát itt igazán az a legfontosabb üzenete ennek a kártyának, hogy ne gondold túl a dolgokat, mert az az, ami okozza a mentális blokkot. Ez lehet munka, lehet kapcsolat. Igazán van kiút abból a helyzetből, amiben benne voltál. És különösképpen a csillag az mindenképpen jelzi azt, hogy valami pozitív változás az, ami előtted volt. Aztán a főpapnő a következő lap. A főpapnő az általában az intuíciónk, a belső hangunknak a megtestesítője, jelenthet valamilyen titkot is, tehát itt lehet, hogy volt valamilyen információ, ami nem állt rendelkezésedre, és ez az, ami miatt nem tudtál döntést hozni, ez az, ami ezt a mentális blokkot jelölte, de mindenképpen a főpapnő jelzi azt, hogy hallgass a megérzéseidre, mert a megérzéseid elhozza az egyensúlyt, amire szükséged van. A főpapnő ez jelentheti azt is, hogy úgymond nagyon kívánatos vagy, ami jelentheti mind a szakmai téren, mind pedig a magánéletben azt, hogy lehet, hogy több lehetőség volt előtted, ami közül választanod kellett, és nem tudtál egyszerűen döntést hozni. De nézzük meg, hogy mi a jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzeted az a kardok 5-össel kezdődik. A kardok 5-ös az egy konfliktust jelez. És ez a konfliktus általában a kommunikáció hiányán alapul. Ami azt jelenti, hogy általában egy olyan helyzetet ír le, amikor mindenki szeretné a saját célját elérni, de igazán senki sem kerül győztesként ki ebből a helyzetből. Tehát van, aki vesztes, van, aki elmegye, úgymond visszavonul. Tehát munkahelyen mindenképpen valami olyan konfliktust ír le, ahol jobban kell egymással kommunikálni. Jelentheti azt is, hogy ugye túl sok a versengés, mindenki a saját érdekeit próbálja érvényesíteni. Kapcsolatban is jelenthet egy olyan helyzetet, amikor jobb
kommunikációra van szükség, jelenthet félrelépést is, tehát ez általában nem egy kellemes szituációt ír le. Aztán a következő lapunk a kelyhek 2-es. A kelyhek 2-es az egyensúlynak a kártyája, amikor általában egy olyan kapcsolatot ír le, ahol mindkét fél egyenlően érvényesül, egyenlően kap a kapcsolatból, úgymond. Tehát mind a ketten egyformán fektettek be, és mind a ketten élvezitek a kapcsolat által hozott örömöket, úgymond. Ez mind üzleti, mind magánéleti kapcsolatban egy jó partnerságot ír le, amikor elkötelezitek magatokat egymás mellett. Tehát itt jelentheti a kibékülést is, tehát mivel a kardok ötös egy konfliktust jelöl, itt igazán a kelyhek kettes jelenti azt, hogy megbeszélitek a dolgokat, és igazán elhatározzátok magatokat, hogy hogyan folytassátok tovább. A következő lap a kirakásban az érmékötös. Az érmékötös, tehát különösképpen a kardokötössel nem egy kellemes helyzetet ír le, mert az érmékötös általában arról szól, hogy valami hiányzik az életedből. Ez lehet munkahely, lehet kapcsolat, amikor úgy érzed, hogy te kinragadtál a hidegben, úgymond. Ez általában jelentheti azt is, amikor egy üzlet, egy állást elveszítettél, de jelenthet egy kapcsolatnak is a végét, szakítást. Azt is jelentheti a kártya, hogy néhányatoknál, hogy lehet, hogy már egy jó ideje próbálsz munkát keresni, vagy anyagi gondokkal küzdköd, és nehezen látod a kiutat ebből a helyzetből. Párkapcsolatok területén is jelentheti azt, hogy lehet, hogy már egy ideje egyedül, vagy lehet, hogy egyedül neveled a gyerekeidet, és ez kihat az esélyeidre, hogy kapcsolatot találj. Általában az érmékötös jelentheti azt is, hogy valami hiányzik az életedből, mint mondtam, jelentheti azt is, hogy több önbizalomra van szükséged, és ne fókuszálj a negatív dolgokra, próbálj hálás lenni azért, amit van, és ezzel próbáld megváltoztatni a gondolatmenetedet. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani valamint, feliratkozni, az nekem mindenképpen jelzi azt, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és az üzenet eljusson minél több emberhez. És neked ez csak egy gombnyomásba telik, és remélem már meg is nyomtad a like és a feliratkozás gombokat. De nagyon szívesen olvasom a kommentben azt is, hogy mi történik veletek. De folytassuk. A kirakásod az érmék királyával folytatódik, ami egy nagyon-nagyon jó kártya, különösképpen az érmék 5-ös, valamint a kardok 5-ös után. Az érmék királya a stabilitásnak a kártyája, a biztonságé, amikor úgymond luxusban élsz. Tehát ha pénzügyi okokból vagy itt, az érmék királya jelzi azt, hogy sikerül elérni a stabilitást, amire vágysz, és úgymond mindent meg tudsz magadnak engedni magadnak. Az érmék királya egy nagyon konzervatív, de nagyon biztos energiát hordoz maga mögött, amikor nem válasz be rizikós üzleteket, hanem a biztos bejárt úton éred el a sikert. De ő mindenképpen sikeres, mert tudja azt, hogy hogyan kell a pénzzel bánni. Mivel udvari kártya, jelenthet téged, jelenthet egy szemét, amivel kapcsolatba állsz, de jelentheti a kártyának az energiáját is. Lehet, hogy valaki úgymond tanácsot fog neked adni, vagy egy vezető pozícióba kerülsz, vagy valaki a vezető pozícióba fog neked segíteni, hogy kilábalj ebből a helyzetből, mert az érmék királya az nagyon jó pénzügyi területeken.
kapcsolatokban is nagyon jó kártya, mert azt jelenti, hogy egy stabil, biztos kapcsolat jön az életedbe. Különösképpen, ha már egyedül vagy egy jó ideje. Az érmék királya egy olyan közös értékeken alapuló kapcsolatot jelent, ami pozitív hatással van az életedre. Általában az érmék királya az egy nagyon jó apatípust jelöl, aki nagyon törődik a szeretteivel, és elhalmozza őket minden jóval, mert megvannak az erőforrásai hozzá. Szóval a következő lap a kardok 9-es, ami, mint láthatod, ezen az oldalon van, és úgymond csatlakozik az érmék 5-öshöz, valamint ehhez a kibéküléshez, vagy ehhez a kapcsolathoz, akár üzleti, akár személyes kapcsolat. Tehát én igazán azt látom, hogy még a jövőben is fogsz aggódni a helyzeted miatt, mert a kardok 9-es az azt jelenti, hogy valami miatt félsz, valami miatt aggódsz annyira, hogy rémálmaid van, és nem tudsz aludni. De mivel itt az érmék királya, igazán én nem hiszem, hogy sok aggodalomra lenne okod. Aztán a két utolsó lap, amikor a kirakást raktam, a botok 8-as és a kardok 2-es volt. Tehát a kardok 2-es az jelenti azt, hogy van valamilyen döntés, amit meg kell hoznod, és ez előjött már a múltban is. És valami miatt hezitálsz, hogy ezt a döntést meghozd, tehát lehet, hogy ez a döntés, amit meg kell hoznod, ez nehezedre esik, lehet, hogy ez az, ami okozza a problémáidat is, hogy nem tudsz aludni, tehát az állandóan a fejedben van. Tehát, mint látod, ott két olyan személy is van, akinek úgymond mentális blokk van, mert az kardok 2-es az jelenti azt, hogy próbálsz ott maradni, ahol eddig voltál. És ebben a helyzetben, amiben benne vagy, nagyon fontos, hogy igazán átmenj erre az új lehetőségre. Mert ez a kártya, ha megnézed, neki az a célja, hogy eljusson ezekre a szigetekre, ahol új boldogság, új bőség várja, de nem akarja azt a döntést meghozni. Tehát ez a döntés igazán bármilyen döntés lehet az életedben, amikor két dolog közül kell választani. Ez lehet saját vállalkozás, saját, vagy pedig két állás, kapcsolatok között valami választás, két ember közötti választás. De ami fontos ennél a döntésnél, tehát itt ha megnézed, itt van a hold, a főpapnőnél is itt van a hold. Tehát nagyon fontos az, hogy ebben a helyzetben úgymond hallgass a megérzéseidre, hallgass a belső hangodra. Valamint a botok 8-as jelzi azt, hogy lehet, hogy valami üzenet jön, vagy ez lehet egy szerződés, lehet egy e-mail, jelenthet utazást is, ami úgymond valamilyen döntést kell hoznod ezügyben, és lehet, hogy az érmék királya lesz az, aki segít neked ebben a döntésnek a meghozásában. Tehát igazán kedves kék pakli, ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra láthatlak, újra üdvözölhetlek egy következő kirakásban. Aztán most pedig a zöld pakli következik. Tehát kedves zöldek, remélem, hogy jól vagytok, de kezdjünk is hozzá. Először is a múltat fogjuk megnézni. Ez a kirakás a hold energiájával kezdődik. A hold általában a félelmeinket, a belső megérzéseinket jelképezi, amikor úgymond
vannak aggodalmaink. Tehát a legjobb leírása nekem a Holdnak az volt, amikor azt olvastam, hogy ez azt az energiát képviseli, amikor egy erdőn simán átmegyünk nappal, de este valami miatt félünk. Tehát itt jelzi az, hogy nálad is van valami, ami miatt aggódtál, ami miatt féltél. De ami fontos a Holdnál, hogy kövesd a megérzéseidet, a belső hangodat, és igazán ha ezt ezen az úton úgymond végigmész, akkor valamilyen jutalom fog érni, és el fogod érni a célodat. A következő kártya a remete energiája. A remete az arról szól, hogy igazán elvonulsz a világtól, és kicsit magadba nézel, és egy belső felfedező útra indulsz, hogy igazán kitaláld azt, hogy mi az, ami téged boldoggá tesz. És mi az, ami, ahogyan szeretnéd folytatni az utat. Ha pénz, karrier tekintetben vagy itt, akkor ez azt jelzi, hogy azon gondolkozol, hogy mi az, ami boldoggá tesz téged, mi a szenvedélyed, mi az, ahogyan szeretnéd folytatni az utat. Kapcsolatok területén is azt jelzi, hogy igazán végig gondolod az elvárásaidat a párkapcsolatok tekintetében. Ha meglévő kapcsolatban vagy, akkor végig gondolod, hogy mi az, amit szeretnél te ettől a kapcsolatból. Ha pedig egyedülálló vagy, akkor általában azon gondolkodsz, hogy milyen kapcsolat is az, ami téged boldoggá tenne. A remete jelentette azt is, hogy már egy jó ideje egyedül vagy, de ami a fontos a remeténél az, hogy ez a meditációs folyamaton, gondolkozós folyamaton úgymond sikerül felfedezned azt, hogy mi az, ami téged boldoggá tesz, mi az, hogyan szeretnéd folytatni az utad. Szóval a következő kártya a kardok ásza, igazán jelzi azt egyrészt, hogy sikerült ezt a megvilágosodást elérned, mert általában ez a kártya a megvilágosodás, a siker, az áttörésnek a kártyája, amikor egy helyzetet sikerül megoldani. Jelenthet egy új kezdetet is az életünkben, és általában ez a kezdet egy olyan kezdet, ami mentálisan nagyon jó hatással van ránk. Ez lehet egy új állás, új vállalkozás, de jelenthet új kapcsolatot is, hogyha kapcsolat miatt vagy itt mindenképpen egy új fejezetet jelöl az életünkbe. És a kelyhek 10-es pedig egy nagyon pozitív kártya, ami azt jel általában az üzenete a kelyhek 10-esnek, hogy ezek az emberek nagyon sok megpróbáltatáson mentek túl, de sikerül megtalálni azt, ami boldoggá teszi őket. Tehát, mint láthatod, a szivárvány jelzi azt, hogy az eső után végre kisütött a nap az életükbe. Ez, amit én itt látok ebben a négy kártyában, én azt látom, hogy volt valami, ami miatt nagyon aggódtál, nagyon izgultál, féltél, de nagyon sokat gondolkodtál azon, hogy mi az, ami téged úgymond boldoggá tenne. És én azt látom, hogy sikerült úgymond elérni azt, tehát sikerült rájönnöd arra, hogy mi az, ami az igazi boldogsághoz téged elvezet. Vagy pénz, vagy karrier, vagy kapcsolat. Én igazán azt látom, hogy ez a folyamat, amin végigmentél, eljuttatott téged ahhoz, hogy felismerd, ami boldoggá tesz téged. De nézzük, hogy mi a jelenlegi helyzeted. A jelenlegi helyzeted az érmék 7-essel folytatódik, tehát az érmék 7-es az általában jelenteti azt is, amikor úgymond számot teszünk, és elemezzük a helyzetünket, és azon gondolkozzunk, hogy oké, nagyon sokat dolgoztam ezen, nagyon sok energiát fektettem bele, érdemes ezt tovább folytatni. Ugyancsak jelenti ez a kártya azt, hogy valamit próbálsz létrehozni, valamit próbálsz manifestálni, lehet, hogy egy kicsit hosszabb ideig telik, de mindenképpen jelzi azt, hogy amin dolgozol, amit szeretnél elérni, sikeres leszel. Tehát ez, ha valamilyen üzlet, karrier tekintetében vagy itt, igazán azt látom, hogy azon gondolkozol, hogy mi az, ami igazán boldoggá tenne, gondolkozol az, hogy oké, sok energiát belefektettem, érdemes-e folytatni,
de jelentheti azt is, hogy ugye sikerül elérni azokat a célokat, amit szeretnél. Kapcsolatok területén is hasonló a jelentése, hogy gondolkozz azon, hogy oké, sok erőt fektettem ebbe a kapcsolatba, vagy sok erőt fektettem abba, hogy találkozzak valakivel, érdemes-e tovább folytatni. De mint mondottam, az a manifesztálásnak a kártya is, tehát itt mindenképpen sikert jelez. A következő lap, a kardok négyes pedig, a szünetnek a kártyája úgymond, amikor valamilyen szünetet teszünk az életünkbe. Általában a kardok négyes az jelzi azt, hogy valamiből felgyógyulunk, valamilyen nehéz helyzetet sikerül a hátunk mögött hagynunk. Mert általában a kardok négyes, az a kardok hármas mögé után jön, ami egy nehéz helyzetet jelent. És a kardok négyes jelzi azt, hogy ebből a nehéz helyzetből sikerül sikeresen kikerülni. Én amit látok itt, ami nagyon érdekes, hogy én azt látom, hogy ha megnézzük mind az érmékhetest, a remetét és a kardok négyest, igazán azt látom, hogy valami nem mozdul az életedbe. Tehát valami úgy érzed, hogy áll, és már jó ideje nem látsz úgymond sikert, nem látod azt, hogy előre haladnak a dolgok, mert mindegyik igazán azt az energiát tartalmazza, hogy semmi sem mozdul előre. Tehát a kardok négyes az a szünetnek a jele, az érmék hetes az amikor értékeled az, hogy oké, tovább folytassam, ne folytassam. Tehát ez mind a három lap egy olyan energiát tartalmaz, ami nagyon úgymond az állóvíz energiája. De ami fontos az a kardok négyesnél, hogy még ha úgy érzed is, hogy a dolgok nem haladnak előre, mindenképpen van előrehaladás, csak nagyon lassú. Mert általában ez a szünet, amiben benne vagy, ez lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy munkanélkül vagy. Mindenképpen egy olyan szünet, ami úgymond ez áldás az életedbe, mert sikerül elhozni a felismerést, az áttörést, amire szükséged van. Tehát ez általában ez a kreatív szünetet is jelzi. Aztán a következő lap a botok ötös, ami azt jelzi, hogy ez a versengésnek a kártyája. Tehát ha úgymond szeretnél valami üzletet, munkát megkapni, ez a kártyában azt jelzi, hogy sokan vetélkednek érte, sokan nagy a versengés, lehet, hogy a munkapiacon, vagy az iparágban, amiben benne vagy, de kapcsolatok területén is jelenti azt, hogy lehet, hogy valaki olyanba vagy szerelmes, vagy olyan valakivel szeretnél kapcsolatot teremteni, akiért másokkal is meg kell küzdened. Tehát itt valószínűleg ez a versengés az, ami miatt nem mozdul előre a helyzet. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el megosztani, lájkolni, valamint feliratkozni, ha még nem tetted meg. Az nekem mindenképpen jelzi azt, hogy ez a kirakás a segítségedre volt, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szüksége van rá. És neked ez csak egy gombnyomásba telik, remélem, hogy már meg is nyomtad a like és a feliratkozás gombokat, de mindig szívesen olvasom a kommentben azt is, hogy mi történik az életetekben. Minden kommentet el szoktam olvasni. Aztán a jövőbeli kimenetele ennek a kirakásnak az érmék lovagja. Tehát az érmék lovagja az egy nagyon pozitív lap, mert egy biztos ajánlatot hoz magával, és mindig úgy mond, tehát biztosra mehetsz abban, hogy sikeres leszel. Az érmék a lovagjának a problémája, úgymond, hogy ez egy lassan mozgó energia.
Tehát azért, halad előre nagyon-nagyon lassan, mert mindent a könyv szerint csinál. Tehát úgymond nem tér le a lejárt útról, ez egy nagyon konzervatív energiát jelképez. De minden, ami jó benne, hogy biztos sikert hoz magával. Tehát az érmék lovagja, rá lehet számítani, mert az érmék lovagja az mindig eléri az általa kitűzött célokat. És igazán azt látom itt ebben a kirakásban is, hogy valami nagyon lassan halad előre az életedbe, és igazán számot vetsz azon, hogy ezt most tovább akarom folytatni, vagy nem. De amit én látok, hogy ez az érmék lovagja, energia, ez meg fogja hozni a gyümölcsét, még ha egy kicsit várnod is kell rá. Pénzügyi területeken mindenképpen jó, pozitív ajánlatokat jelképezhet, ez lehet munkaajánlat, lehet üzleti ajánlat, ami mindenképpen pozitív bőséget hoz az életedbe pénzügyileg. De kapcsolatok területén is egy hosszú távú, megbízható kapcsolatot jelez, amikor egy olyan társat, akire lehet számítani. Aztán a következő lap, az uralkodó, ami nagyon-nagyon jó, mert az uralkodó az összes király kártyának az energiáját egyesíti. Az uralkodó az nagyon rendszerető, nagyon rendezett, és nagyon tudja azt, hogy hogyan legyen sikeres. Tehát ez jelentheti azt is, hogy valaki vezető pozícióban fog neked valamit felajánlani, vagy lehet, hogy te kerülsz vezető pozícióba. Az uralkodó az mindenképpen tudja azt, hogy hogyan legyen sikeres. Párkapcsolatok területén az uralkodó, hogyha általában ha nő vagy női energiád van, azt jelzi, hogy egy idősebb férfivel kerülsz kapcsolatba, aki nagyon pozitív hatással lesz az életedre. Az egyetlen problémája ennek az embernek, hogy nagyon nehezen tudja kifejezni az érzéseit. Ha pedig te vagy a férfi, vagy inkább férfi energiát jelképezel, akkor ez a kártya azt mondja, hogy egy kicsit jobban mutasd ki az érzelmeidet. De nézzük meg, hogy mi az utolsó lap. Boom! A botok hatos, ami a siker, a győzelemnek a kártyája. Tehát ez nagyon jó lap, mert azt jelzi, hogy amibe belekezdesz, mindenképpen sikeres leszel, és te leszel az, aki a középpontba leszel. Tehát mind üzleti, mind kapcsolatok területén a botok hatos azt jelenti, hogy amit szeretnél elérni, bármilyen nehéz volt az út, sikerül elérned, mert ha megnézed a botok hatoson az ember egy megvívott csatából jön, tér haza. És itt van a botok ötös, ami után jön a botok hatos, tehát ami jelzi azt, hogy hosszú távon sikerül elérned, amit szeretnél, és sikeres leszel abban, amit szeretnél. Tehát ha saját vállalkozásodat szeretnéd, vagy pedig egy állást szeretnél, botok hatos jelzi azt, hogy sikerül elérned, valamint kapcsolatok területén. Tehát igazán ennek a kirakásnak a legfőbb üzenete nekem az, hogy egy nagyon hosszú folyamaton mész keresztül, ami nagyon lassan megy, bár tudod, hogy ez téged boldoggá fog tenni, és igazán azon gondolkodsz, hogy hogyan tovább. Tovább folytalt, vagy ne, mert lehet, hogy egy kicsit türelmetlen vagy. De én azt látom, mivel ha megnézed a jövő kártyáit, az érmék lovagja, az uralkodó, valamint a botok hatos, az mindegyik sikert jelez. És bár lehet, hogy egy kicsit úgymond limbóba vagy, és nem érzed, hogy a dolgok előre haladnak, de hosszú távon mindenképpen előre haladnak a dolgok, és sikert látok, mert mind a három kártya, ami a jövőt jelképezi,
biztos sikert hordoz magába. Tehát kedves zöld pakli, remélem, hogy ez a kirakás mindenképpen segített, és újra üdvözölhetlek.